Sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy ennyien írtátok, hogy érdekel benneteket a taró, hiszen a taróból rengeteg információ áll a rendelkezésünkre, rengeteg könyv van, a neten is egy csomó minden fönt van, és nálam sokkal avatottabb szakemberek léteznek Magyarországon is, én csak belekontálkodom a taróba. Ezt nehéz elkerülni egyébként, majd azt fogod érzékelni te is, hogyha belekezdesz bármilyen ezoterikus tárgyba, vagy okkult ismeretbe, azok úgy hozzák egymást. Tehát, hogyha az egyik után elkezded a másikat is. Én ugye legalább 35 éve foglalkozom asztrológiával, ez volt mindig is a nagy szerelmem, de körülbelül a 90-es évek elején határoztam el, hogy a taró is érdekel, és legalábbis megismerkedem vele. Egészen más a kettő használat szempontjából, de a taró is egy titkos tudás, és egy titok, ugye maga a nagy arkánum, az arkánum azt jelenti, hogy titok, tehát a tarónak a kis és nagy arkánumai, az tulajdonképpen ezt a titkot fejezik ki. Nagyon röviden a szerkezetéről, de csak azért, mert ha már ugye belekezdek, akkor legyen egy picit teljesebb, mert mondom, erről rengeteg plusz információt kaphatsz meg, hogy a taró pakli az 78 labból áll, és ebből 22 úgynevezett nagy arkánum van, a többi lap pedig ugye 1-től 10-ig négyféle szín, botok, kardok, kelyhek és érmék, és utána pedig vannak udvari lapok, amik úgy vannak felépítve, egy kicsit másképpen, mint a francia kártya, mert van király, királyné, lovag és apród, és tehát 4-4 udvari lap van minden egyes színhez, hogy úgy mondjam. És ezek a színek is érdekesek, de én most a nagy arkánumokról szeretnék nektek beszélni. Nagyon sok tarológus csak ezeket használja, én általában egyébként ezeket, és csak akkor használom a kis arkánumokat, hogyha specifikusan a kis arkánumokban tartozó témakört akarom még jobban megvizsgálni, de nekem bőven elegendő a nagy arkánumoknak az információja, amit kapok. És tulajdonképpen éppen ezért én általában külön is választom ezeket, és csak 22 nap nagy lappal dolgozom, hiszen ott van a nagy titok. Az is nagyon lényeges talán, hogy ezek a lapok titkos tudást őriznek, sokféleképpen próbálták őket magyarázni, van mindenféle elmélet, hogy hogyan keletkezett, honnan keletkeztek maguk a lapok, az ábrázolások, és vajon pontosan mit is mesélnek el, az emberi válás okkult útját mesélik el egyébként, okkult eszközökkel. Sokféle taróban én a Rider-Waite-et fogom nektek megmutatni, mert az alapvetően az alap szimbólumokat tartalmazza, és nagyon szépen meg lehet belőle érteni, de rengeteg egyéb taró van, tehát nyugodtan válogassatok és nézelődjetek. Ezt valamelyik korábbi videómban már elmondtam, hogy én valamikor a 90-es évek elején ezt megtanultam, akkor az úgy volt, hogy egy ilyen Amerikában élő gurú meghirdetett egy tanfolyamot, egy kétnapos tanfolyamot, és azzal kezdtük, hogy bementünk egy könyvesboltba, ahol ilyen nyugasztókkal kilukasztott paklik így lógtak madzagon, amit oda lehetett menni, meg lehetett fogni, legalább 25 féle taró volt, meg lehetett fogni, meg lehetett nézni, és kiválasztani, hogy neked melyik szól hozzád. Én azóta is a kedvenc paklim az, amit akkor vettem meg, ez egy ilyen druida taró, az a neve, hogy Robin Wood, azóta se tudtam megtalálni, nem is nagyon kerestem, de tényleg az egyik hozzám az áll a legközelebb. Nagyon hasonlatos a szimbólum rendszere a Rider-Waite-hez, nem tér attól el, de mégis a druida szimbólumok egy kicsit más irányba viszik a dolgokat. És hát nekünk magyaroknak abszolút lehet büszkeségünk, hiszen Kazan Elemi bácsi, aki sajnos nem régiben hunyt el, Isten nyugosztalja, ő megalkotta a saját tarórendszerét, méghozzá ugye van egy 78 lapos nagy tarója, és van egy zseniális 24 lapos kerek tarója, ami gyakorlatilag a nagy arkánuma plusz ő berakott még két lapot, egy férfit és egy nőt, egy császárt és egy császárnőt külön is, tehát konkrét személyeket, de ez mindig egy női vagy egy férfi figurát jelent a különböző kirakásokban, mert ő azt mondta, hogy igazából 24 laposnak kéne lenni a tarónak, csak az emberiség még nem érett arra meg, hogy a plusz két lapot megkapja, és ő ezt így pótolta, tehát nem akarta, hogy ezek legyenek a pótlások, hanem csak szimbolizálta, hogy igazából 24 lapnak kéne lenni. Ugye a 24-es szám, a számisztikában a 24 karátos aranynak a szimbóluma, akik 24-én születtek, azoknak soha semmi nem elegendő, és mindig tökéletességre törekszenek, és munkamániások, vagy egyéb mániások, tehát konkrétan súlyos fóbiákat is okozhat a 24-es életében a
az, hogy tökéletesen akar mindent megcsinálni. Mindenesetre visszatérve a taróra, pillancsunk egy picit rá az összes lapra, és nézzük meg a színvilágokat, nézzük meg azt, hogy mit sugallanak a számunkra. Így néz ki. Valóban kibásoltam, itt sajnos angolul vannak itt a nevek, de remélem ennyire tudtok angolul, de úgyis majd, amikor az egyes lapokat tanuljuk, akkor majd megmutatom konkrétan is magyarul. És általában a bemutatások és az összes ilyen tarókönyv szinte mindig a bolonddal kezdi, az a nullás számú lap, amit egyébként hát rejtetten 22-essel számolunk, tehát hogyha bármikor össze kell adni a lapoknak a számait azért, hogy megkapjuk a quintesszenciát, ez majd elmesélem, hogy ez hogy néz ki, akkor gyakorlatilag a bolond mindig az első, tehát, és mindig 22-essel számolunk vele. Én majd a lapok bemutatásánál a bolondot fogom utoljára hagyni, gyakorlatilag ezzel megint magamra fogok haragítani egy csomó ember, de nem érdekel, ez itt most Griga Zsuzsanna taró értelmezése, akik nem szeretnék meghallgatni, nem kell, hogy meghallgassák. Tehát mi majd a mágussal kezdünk, az egyes számú lappal. Na most nézzük egy kicsit rá a színekre. A sárga az általában vagy az égi minőségeknél jelenik meg, vagy kozmikus háttérsugárzásként, tehát amikor a háttér alapoknak sárga minőségű, akkor gyakorlatilag ez a mindenhonnan áradó kozmikus energia az amit szimbolizál. Ez a solar plexusnak a színe. A kék az általában az érzelmeket és a feminint ábrázolja, a vízelem jelenik meg, ugye a tiszta kék égbolt, az is a pára miatt ugye kék színű, és konkrétan amikor folyik a víz, akkor ugye érzelmek folynak. A vörös a hatalomnak a színe, tehát amikor a vöröset látod, az mindig valamilyen hatalmi szimbólumként jelenik meg. Hát most az emberi, a mesztelen emberi alakok mindig ilyen hússzínűek tulajdonképpen, de érdekes módon ugyanez a szín, ami azért igazából narancssárga, jelenik meg a szerencsekeréken is, és ez pedig ugye a szakrális takrának a színe, tehát ez is egy kicsit úgy izgalmasra teheti majd a gondolkodásunkat. Illetve megjelenik a fekete és a fehér mindig a tisztaságnak a színe. Milyen érdekes, hogy a halálnak most egy mókus megjelentett a fánda éves, itt ugrál előttem, láttam valamilyen ilyen dolgot így tünedezni, mondom, ez mi? Hát egy mókuska. Állandóan randalírozik egyébként egy mókus család, a tetőben is néha hallom, hogy trappolnak. Na mindegy, szóval visszatérve a halál fehér lovára, tehát a halálnak fehér lova van, tehát ahogy egyébként a napnak is, tehát a napon ülő kisgyereknek is, és ugye például az az angyal, ami a mértékletesség kártyáján jelenik meg, annak is fehér a ruhája, tehát ez a tisztaságnak a színe. A fekete pedig ugye a sötétség színe, tehát ahol fekete a háttér, ott bizony nagy fokú sötétség van, csak felhívom a figyelmeteket, ugye, hogy a főpapnő kártyáján ott van a fehér és a fekete együtt, ugye a Jakim és Boház oszlopok, ez a jeruzsálemi templomnak a két oszlopának a szimbóluma egyébként. És akkor van még a szürke, ami azért izgalmas a számunkra, mert az nem szín, tehát az átmenet a fekete és a fehér között, egy rejtőzködő szimbólum is, tehát amikor ugye bele akarok olvadni a környezetünkbe, akkor szürke minőséget használunk. Illetve a növényekről érdemes még beszélni, mert a vízről már beszéltem, hogy ugye az általában érzelmeket fejez ki. A növények pedig a növekedési tendenciát, és nagyon izgalmas, ahogy megjelenik, ugye, ahol fontos, hogy valami növekedjen, lásd például a császárnő lapján, ugye azt is növények veszik körül, de a mágusnál is ott vannak ezek a gyönyörű burjánzó növények, de még az akasztott ember képén is, ami a megakadást szimbolizálná, bizony még ott is ott vannak a növekedési tendenciát mutató növényzet. Tehát, és látjátok a világot pedig gyakorlatilag az uraboros, ugye a farkába harapó kígyót, ez tulajdonképpen ez egy ilyen babérkosztoró, amiben a feminin, inkább ez egy ilyen hermafrodita, gender semleges alak, aki itt a világban megjelenik. Lehet konkrétan kimondottan feminin archetípusokat találni, rengeteg a maszkulin archetípus. Vannak feminin alakok, akik inkább archetípusan valami mást fejeznek ki, tehát nem a feminitások, nem a női minőségük a lényeges, hanem sokkal inkább valami, amit képviselnek, lásd az erőt, vagy az igazságot, ugye, vagy van ugye, hát az angyalnál nem tudjuk, hogy milyen, tehát ugye ott is gyakorlatilag
félig meddig egy ilyen gendersemleges dolog jelenik meg, Isten, de utána ezt a szót. De hát látjátok, itt volt már az ősidőktől kezdve ez a se férfi, se nő. Nem baj, ez is elmúlik majd egyszer. Tehát így néznek ki a szerkezetek, és tulajdonképpen az emberi válásnak a stációit mondja el, és nagyon érdekes ez a stáció szó, mert tulajdonképpen bizony össze lehetne hozni a taró lapjait egy bizonyos időig, egy bizonyos pontig Jézusnak a stációival, amit ugye a templomokban ábrázolnak. Nem fogom összehozni, semmi kedvem ahhoz, hogy a szentikék megint megtámadjanak, de érdekes analógiákat lehet találni, és ugye azt sose felejtsük el, hogy Jézus emberi utat járt be, emberként hal meg a kereszten, és Istenként, Krisztusként támad föl. Tehát, és a halál, keresztre feszítés, halál, feltámadás hármassága, az bizony ott van a taróban elrejtve. Ezt ennyit azért meg fogok nektek mutatni. Jó, ennyit szántam bevezetőnek, és akkor hamarosan elkezdjük a lapokat is értelmezni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!